Köszöntöm nézőinket! Vasárnap délután fellobbant a második gyertya lángja is Várpalota adventi koszorúján. Az ünnepségen a Bergengóc Zenegóc társulat adott zenés műsort a Mikulás mesekönyve címmel. Az eseményre természetesen a Mikulás is ellátogatott és megajándékozott minden gyermeket. Egy napon, mikor vici mackónak semmi dolga nem akadt, arra gondolt, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Elment tehát Malackához, hogy meglessen, mit csinál. Malackánál éppen akkor senkit sem talál, így hát elindul hazafelé, miközben sűrűn volt a hó. Arra gondolt, hogy otthon talán lesz egy kis ennivaló, hogy kimelegedjen, hát jó nagyokat lépett, s a hidegre való tekintettel énekelni kezdett, hogy minél inkább havazik, annál inkább hull a hó. Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik, hull a hó és hózik, zik, zik. Vici maszkó fázik, hull a hó és hózik, zik, zik. Vici maszkó. Vasárnap délután lángra lobbant a második gyertya is Várpalota adventi koszorúján. A várakozás 24 napja nevet viselő várpalotai adventi rendezvény sorozat keretében tartott eseményen Bölöni Réka, a Bergengóc Zenegóc társulat énekese gyújtotta meg a reményt jelképező gyertyát. Ezt követően a zenekar adott interaktív gyermekműsort a Mikulás mesekönyve címmel a Túri vár udvarán. Pom 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 pom. Most figyelj! Pöttöm kis leány, iskolába jár, minden reggel várta őt a pom pom. Úgy hívták picúr, boldog volt mikor, meséltek ki valamit a pom pom. És most figyelj! Éppen nem volt egy kapucsom, kétül a fejeden, lehet, hogy egy száraz ágon billett rendesen, föls alá billett rendesen. Gyertek utána, pom-pom, körbe megyünk, pom-pom. Tessék tisztentő, a piciben ő, kalandjai nevetett a pom-pom. Madarakhoz jó, golyókapkodó, róla is tud mesélni a pom-pom. Most figyelj, éppen nem volt egy kapucsom, meleg sált, én túl a nyakadom, vagy paróka kintül a fejeden, lehet, hogy egy száraz ágon billett csendesen, föls alá billett csendesen. Az eseményre természetesen a gyermekek nagy örömére a Mikulás is ellátogatott. A rendezvény sorozat következő várpalotai programját december 11-én tartják, amikor is Terényi Márkkal ünnepi műsort. Adventi készülődésre hívták a készenléti lakótelepen, valamint a Bagyasban élőket a napokban a lakótelep parkjába. Az Inotai Tagiskola tanulóinak műsora után dr. Zsednai Józsefné evangélikus lelkész mondta el ünnepi gondolatait, majd meleg teával és pogácsával kínálták az érdeklődőket. A program az önkormányzat leszakadó városrészek rehabilitációját célzó pályázatának keretében valósult meg. Nagyon szép kezdeményezés ez az Inotai iskola részéről, hogy az advent heteiben egy-egy napon az iskolások műsorral fognak készülni. Az Inotai tagiskola még inkább aktív részese szeretne lenni a városrésznek, ezért is hívták életre idén első alkalommal a közös adventi készülődést. A hagyományteremtő kezdeményezéshez Várpalota önkormányzata is csatlakozott.
2-3 hónappal ezelőtt beszéltünk az inotai tagiskolának a vezetőjével, Tavaszi Ritával arról, hogy ők szeretnének még szorosabb kapcsolatot kovácsolni az itt élő emberek és az iskola között. Ennek egyébként már volt korábban előzménye, egy hónappal ezelőtt talán a második osztályosok virágokat rejtettek el a lakótelepen, és boldogságot, örömet okozva ezzel a virágokat megtalálóknak. Szóval volt egy ilyen gondolata a tagintézmény vezetőnek, hogy az advent 4 hetében egy-egy napon, és jelesül ez egy hétfői nap lesz, az iskolások különböző osztályai egy rövid műsorral köszöntenék itt az itt élő embereket, és ehhez csatlakozott az önkormányzat és a toppos pályázat keretében, ami a leszakadó városrészek rehabilitációjához kapcsolódik, tulajdonképpen egy hitéleti tevékenységgel is hozzájárulva. Az eseményen dr. Zsednai Józsefné evangélikus lelkész mondta el ünnepi gondolatait. Jézus Krisztus, aki értünk született erre a földre, megint közeledik hozzám. Amúgy is szeretne velünk lenni, küldi nekünk a meghívó leveleket onnan távolból, de olyan kevés embernek mozdul rá a lába. Mi meg lehet, hogy még ünneplünk is egy kicsit a születésnapja környékén, vagy már azt is elfelejtjük. De akkor is igaz, hogy a fiú jön. Az advent nem arról szól, hogy várakozunk. Az advent az eljövetelt jelenti, ha lefordítjuk ezt a szót. Eljövetel. Jézus eljön akkor is, hogyha mi nem várjuk. A meghitt programot az inotai tagiskola tanulóinak Karácsonyváron műsora is gazdagította. Várakozással teli életünkben egy nagy-nagy érzésre várunk. Lelkünk, szívünk őt keresve, a békére, szeretetre várjuk. Eljön ő, aki a szeretet, és melyel világot megvált, hozzá békésen és csendesen, amire nagyon sok ember vár. Itt kopog majd belül finoman, belső, megújulóval általában. És ha te is ezt így akarod, a szíved szeretetet kínál. Hidd el, akkor eljön ő hozzád. Fényével, szerényen, s halkan, légyen meg szeretetsugárral, lesz majd az édesítő hang. Az önkormányzat leszakadó városrészek rehabilitációját célzó pályázatának keretében megvalósult eseményen pogácsával és meleg teával is várták az érdeklődőket. A készenléti lakótelepi adventi készülődés következő alkalmát december 5-én tartják. Megtartotta a közelmúltban hagyományos sportnapját a várpalotai olimpiai baráti kör. A Bartos Sándor óvoda általános iskola is egymi tornatermében rendezett, a baráti körök számára meghirdetett megmérettetésre idén 40-en fogadták el a meghívást és tették magukat próbára 3 sportágban. Az olimpiai hagyományokat őrző és ápoló várpalotai baráti körén már 10. alkalommal szervezte meg a helyi civil szervezetek és egyesületek számára kiírt sportversenyét. A rendezvény a civil szervezetek és baráti körök összefogása révén jött létre, és a kezdetek óta töretlen a népszerűsége. Több mint 10 éve szervezük ezt a sport délelőttöt, sportnapot a város összes civil szervezetei számára, amelyek közül általában a Rákóczi Telepi Baráti Kör, a Gyermekmosoly és Nagycsodálatos Egyesület tagjai, a Loncsosi Barátok tagjai és a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör játékosai, sportolói jelennek meg. Hát a 3 sportág sakk, asztali tenisz és darts, valamint az idén annyival színesítettük, hogy olimpiai totót is készítettünk, és azt mindenki ki tudja tölteni, aki nem akar sportolni. A 2004-ben megalakult várpalotai olimpiai baráti kör egyik fő célkitűzése volt már a kezdetekkor is, a fiatalok bevonása a hagyományápolásba és az aktív sporttevékenységekbe, amire kitűnő lehetőség a sportnap is. A jó hangulatú esemény célja idén is az egészséges életmód népszerűsítése és a szabadidő hasznos eltöltése volt.
A 2022-es esztendőt a szintén nagy hagyományokkal bíró éves kiállításával zárja a baráti kör. December 1-én 16 órakor a Turi Márvány termében lesz a hagyományos kiállításunk, ami a legjobb számításaim szerint körülbelül 16 éve zajlik, és most annyi változás lesz, hogy eddig a sportrelikviákat, a klubtagjaink sportrelikviái gyűjteményeit raktuk ki, állítottuk ki, most pedig az összes klubtagunk, aki valamilyen állami, városi, vagy esetleg megyei kitüntetést kapott itt a tisztelet Turi díjtól, az ötvös díjon át a díszpolgárig, miniszteri kitüntetés, egyebek, ez mind szerepel benne, ezt fogjuk kiállítani. A kiállítókat Pócsik József, elnökségi tag fogja bemutatni.